Sziasztok, üdvözlünk benneteket a villámgyors legújabb adásunkban, ez a Sávval szemben. Természetesen itt van velem Bence. Sziasztok! Én meg Gábor vagyok, aki továbbra sem tudott megújulni. Hát üdvözlünk benneteket a villámgyors reakciójú. Ha nem is tudtál megújulni, azért megfűszerezte, dobtál egy kis bazsalikomat. Egy enyhe fűszer, ennyi videó, ilyen rövid időn belül. Mi lehet ennek az oka? Mi történt a srácokkal? Tátosok lettek, nem? Megtátosodtak a srácok, de hát kell is ugye az ígérgetések kapcsán itt teljesíteni. Hogy lássátok, hogy azért nem csak a malac persely, nem csak a porszívó ügynökként funkcionálunk, hanem van azonnali reakciójú videó. Szerintem utoljára ilyen gyorsak mi a Matrix feltámadások kapcsán voltunk. Mi támadtunk fel elsőként így a kritikai égbolton, hogy ilyen képzavarral éljek, és hát most is megpróbálunk iszonyatosan gyorsan reagálni egy olyan filmre, ami hát most még meglepően magas pontszámmal virít a kritikusoknak az egén, úgyhogy hát tárgyaljuk ki a Kékbogár című legújabb DC eposzt, hogy így éljek, nem? Kicsit ilyen teátrálisra, így ez a DC rám ragad, nem? Olyan teátrálisra vettem a figurát. Meg úgy elrejtetted a címet. Azért ki szoktuk hangsúlyozni, itt most nem volt annyira kihangsúlyozva, de ez így szép. Igen. Olyan finom, mert egyéb iránt az a hatalmas nagy arcpirító kékbogár kép, amit be fogsz tenni ehhez a videóhoz, az nem fogja egyértelműsíteni, hogy miről van szó, nem? Nem, egyáltalán nem. Nem így szokott történni. Mondjad a pontszámot, tudod, így ennyi kérdezni. Mondom is. Menjünk végig a szokásos, mi ránk jellemző stílusban. Nyilván ez azért nem lesz egy irdatlanul hosszú adás, mert mindig elmondjuk, hogy amilyen az alapanyag. Tehát azért az Oppenheimer kapcsán azért 1 óra 20 percet simán úgy végigbeszéltünk, hogy még maradt egy csomó gondolat. Hát szerintem ez nem az a gondolatébresztő láncreakciójú darab. Hát nyilván nem, de hát nem is ezzel az indítatással készült. Hát nem. Beszélgessünk róla ilyen spoilerek nélkül, bár ez is az a kategóriájú film, hogyha láttad a trailert, olyan nagy meglepetéseket nem fog okozni. Tehát megint benne vagyunk a klasszikus DC hibák egyikében, de ez ugye forgalmazói hiba is, hogy az összes nagyon jó mozgáskultúrájú, jó koreográfiával rendelkező, meglepő, poénos pillanatok mindegyike gyakorlatilag a trailerben ellövésre kerül. Tehát ez nekem mindig egy ilyen nagyon kettős ítélet, hogyha van egy poén, ami mondjuk egy trailerben meggyőz arról, hogy megnézem a filmet, és a film közben azt látom, hogy az összes ilyen ütős mozzanatot már láttam a trailerben, az most mennyire a filmnek a hibája, és mennyire akarják maximalizálni a profitot? Erről azért úgy megkérdeznélek. Szerintem abszolút az utóbbi. Az nem a filmnek a hibája, hogy az előzetesben lelövik a filmnek a poénjait. Mert nyilván azért volt poén benne, és lett volna benne poén dögivel, hogyha nem sütik el az előzetesben. Az előzetes az az adott stúdiónak a marketing stratégiája. Tehát ergo megint oda lyukadunk ki, hogy a marketingesek basszák el. Uh-huh. Azzal, hogy nem képesek egy olyan előzetest vágni az adott filmnek, amiben mondjuk a Marvel általában jeleskedik. Uh-huh. Itt a DC esetében pedig nem túlzottan jeleskednek a Warnernek az erre a szekcióra szakosodott mind marketing stratégák, mind vágók és mind kreatívok ebben nem, tehát a Marvelnél jók ebben az esetben a kreatívok, akik az előzeteseket vágják össze, a DC-nél, vagyis hát nem feltétlenül a DC-nél, de a Warnernél nem túl erősek. Nagyon azt az izzadságszagot lehetett érezni ennél a filmnél, hogy megint most ez a DC-re jellemző útkeresés, hát itt most már egyértelmű, hogy itt megint kicsúcsosodik, hogy megint váltanak. Világos, de van benne egy tónusváltás. Tehát azért ez a filmnek az előzetesében ez egy jóval könnyedebb, jóval szórakoztatóbb stílusú film. Már csak ez a szintvéves hatás is, ami az egész zeneiségére, betűtípusára, mert ez kb. Egy csomag. Egy zenei és egy vizuális színhasználati csomag.
erről lehetett sejteni, hogy ez egy könnyedebb darab lesz, és hogy egy jobban sikerült DC filmre lehet számítani, és még így is aláírom, hogy annak ellenére, hogy a trailer az összes nagyon-nagyon meghatározó vagy beállás, vagy harcjelenet, vagy poén lelövi. Igen, a karddal kört rajzolós azért az nagy pillanat a filmben is, és talán ki kellett volna hagyni az előzetesekből. Hát figyelj, hogyha végigmész az előzetesből, vagy amit én láttam, az átváltozás full benne van, ugye a család előtt, hogy megtörténik. Igen. Benne van az, amikor kirepül az űrbe, és utána igen. Pont egy milliméterre, vagy nem tudom, fél méterre igen, állítja meg a folyó fölött, vagy a tó fölött, vagy nem tudom, mi van ott, óceán, tök mindegy. Benne volt a harci beállás, amit te mondasz, mikor a kardot megidézi, illetve maga a ennek a kékbogárnak a legepikebb képessége is benne volt, illetve a buszketté vágást is sikerült beletenni, hogy úristen, nem tudom irányítani ezt az erőt. Hát ez négy nagyon-nagyon meghatározó pillanata a filmnek, és hát ezeket tudod, hogy jönni fog, kicsit más a kontextus helyenként, de azért a nagy poénokat lelövi. Tehát mikor jön a busz, már tudod, hogy ketté fogja vágni, és az a poén, amire ott építenek, hogy beülnek ezek a pancser drogosok, hogy még nem ütött be a cucc, pedig 20 perce bevettük, és már ott lezuhan a kék bogárot, tudod, hogy ez a buszos jelenet fog jönni, és a poént is tudod előre, hogy erre van kiélezve, és ez tök elrontja a filmnek az élményét. Hát igen, de ezt megint csak mondom, a kreatívoknak és a marketing stratégáknak köszönhető sajnos, mert ez már az ő terepük, tehát hogy az nem a filmkészítőnek a terepe, hogy hogyan vágják össze az előzetest. Az egy teljesen más. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy valójában készült egy nagyjából értékelhető, könnyedebb stílusú DC film, amit a kreatívok a trailerben mindent betoltak. Persze. Tehát azt mondták, hogy egyetlen egy töltény ne maradjon a filmre, lőjük el az előzetesbe, mert lássuk be, hogy nekünk maximalizálni kell az embereket, mert egy Marvel már van azon a szinten, hogy szerintem, ha a világ legminimalistább trélerével kijön, is beül mindenki rá, nem? Hát igen. Ők meg nem biztos. Figyelj, szerintem a Gunn-ba meg lesz az a tökösség, hogy innentől kezdve, mivel ezek már kész cuccok voltak. Ugye ő csak annyit mondott, hogy nyilván olyan szempontból a belépő szint az új DC univerzumban, hogy magát a karaktert ő meg fogja tartani. Tehát, hogy a kék bogár az a része lesz. De a filmet még nem ő felügyelte, hanem még a Hanada, akit ugye ő váltott le a Safrannal. Értem. Tehát, hogy ez még, és még a Momoás, a Aquaman 2 is még a Hanada érából van. Hát ez egy, de nagyon mindegy, kicsit beszélgessünk a sztoriról, meg hogy mire lehet számítani, bár hozzá kell tegyem, ahogy itt kiderült a beszélgetésünkből, hogy aki a trélert látta, az majd, hogy nem látta a filmet. Tehát itt spoileres, nem spoileresnek lenni, semmi olyan fordulat nem történik akkor a film. Akkor szerintem menjen a pávatánc. Hát nagyjából meghoztuk a kedvet, ha nagyon akartuk, tehát... Hát, hogyha az, amit láttál a trailerben, az téged meggyőzött, azt nem fogja meghazudtolni ez a film, de rengeteg hibája van, ami mellett nehéz elmenni, de hogyha nagyon röviden, egy nagyon minimál summázat még mielőtt spoileresen belemegyünk, korrektek az akciójelenetek, szerintem valamilyen szinten megkarakterizálták itt a fő ellenfelét, ami egy kifejezetten pluszpontos, amiben amúgy a DC mindig erősebb volt, hogy a fő ellenségeket... Igen, de úgy ügyes volt az elhelyezése. Ügyes az elhelyezése, érthető is, és végül is ennek a kékbogárnak ezt a pacifista szellemiségét is ezzel a nagyon trükkös megoldással meg tudják őrizni, ami ott azért lebegett ott a levegőben, hogy ez meddig tartható fenn, de még tudták abszolválni. Viszont, hogyha érzékenyek vagytok az ilyen túltolt, legrosszabb Walt Disney gagyisztikai családi fánimánira, kényelmetlen szituációkban, hogy fészkelődtök a moziban, és nagyon azt érzitek, hogy nem akarjuk látni a nagymamát géppityúval, de tudjuk, hogy az fog jönni, és jönni is fog, és úgy fog röhögni, ahogy előre elképzeled. Feszengésből nem lesz hiány.
Tehát ez tehát valahogy olyan, hogy a Kamala sorozatból, meg a többiből a rosszat a Disney által fémjelzett Marvelből már átvették ide. Azt, amit talán nem kellett volna. Viszont a koreográfiákkal nagyon kitettek magukért, mert a harcjelenetek azok DC szinten szerintem mega über brutálak, és nem használják ezt az idióta lassítást. Itt már egyáltalán nem. Tehát itt nincsen, tehát itt szikár akciójelenetek vannak, dinamikus, gyors, mármint ami a kék bogár körül zajlik. Az összes többi meg a felejthető, vagy hát, vagy tinédzseres, vagy Walt Disney hagyományokat őrző, tehát, hogy azért az nagyon rossz, mikor a camp rock legrosszabb hagyományai is egy kicsit felsejlenek egy ilyen filmben, de ezekről majd egy másik adásban. Igen. De milyen adásban? Hát majd lehet, hogy a fizetős tartalma, hoppá, a porszívó ügynök majd a extra fizetőkre. Na, menjünk a spoileres szekcióra, és mondd el a summázatodat a filmmel kapcsolatban. Sztoriról is beszélgethetünk. Mi Orgánkártnak tegyünk eleget, hogy aki esetleg nem szeretné hallani azt, hogy mi spoileresen beszélgetünk az amúgy elspoilerezett filmről, az nyugodtan most álljon meg, nyomja meg a pauzt, boruljon föl a biciklivel, essen el a gördeszkával, és mielőtt ezt megteszi, mindenképpen a forgalmazónak a kreatívjait keresse fel a trailerrel kapcsolatban, mert ha én spoilerezek, ő mit csinált? Tehát ha mi most spoilereztünk, akkor a trailer készítője mit követett el? Arra mi a szó? Hát... spoilerebbezett? Hát spoilerebbezett. Szigorúan 3B-vel spoilerebbezett. De ez így egy ilyen névnek is tűnik, nem? Tehát, hogy így spoilerebbezett, hogyan folytassuk a kreatív munkát? Hát szerintem lőjünk el minden fontos jelenetet a trailerben. Na, hát szóval nyomjatok egy pauzt, és ha láttátok, térjetek vissza, vagy ne. Igen. Nézzétek meg a trailert, és térjetek vissza. Pontosan. Akár. Hát kértet, hogy summázzam a filmet, nekem összességében maga a karakter, tehát ugye én úgy ültem be szerintem veletek együtt a moziba, hogy én semmit nem tudtam igazándiból erről a kékbogárról, nem ismertem őt a képregényekből, annyit tudok, hogy ő egy picivel újabb hős, és hogy magát a karakternek a képességeit és technikáit én először az Injustice 2 című videójátékban láttam, ott ugye ő volt egy választható harcos, egy választható karakter. Mindenképpen nekem tetszik ez a hős, érdekes a képessége, nyilván kicsit egy ilyen vasember plusz alien parazita szintű történetről van itt szó. Egy minimális Green Lantern utoljelzéssel. Van benne egy ilyen, tehát hogy mintha tényleg egy ilyen vasembert, Venomot, meg tulajdonképpen, ahogy te mondtad, a zöld lámpást így egyesítették volna. Mindegyiknek egyébként a jobb tulajdonságát szerintem, tehát hogy azért én a zöld lámpást nem túlzottan szeretem, erre azért a film is ráerősített. Nem tartom egy erős hősnek, biztos sokaknak kedvence. Úgy érzed, hogy az bárkinél beváltotta hozzáfűzött reményeket? Na, az egy okádék DC film, nem hát a zöld igen, lámpás. Hát igen, az talán a legalja egyébként. Hát, egyszer lehet, hogy megérne egy adás a top 10 legrosszabb DC filmből is, tehát... Az izzasztó lenne, de... Fú, azért a Batman és Robin. Hát ha azt valami nekem letaszítja a trónról, a zöld lámpás azért a top 3-ba befér, de azért a Batman és Robin az... már. Lássuk be a Bumba Bumba Bane, a hiperintelligenciával rendelkező, szuper erővel és intellektussal megáldott sekhülye. Bumba Bumba. Hát igen, meg az... a vízakártya villantás. Na, mondjuk azért hasonló, ahogy modern szóval mondják, cringe élményeket azért ez a film is tud. Hát persze. Na, de hogy miben jön ki? Tehát ugye mondtad, hogy van ez a parazita hatás, ami a Venommal mutat hasonlóságot, hogy van egy belső monologizálása a csávónak, meg egy belső párbeszéde. Igen. Ezzel a kékbogárral. Ez azért szerintem nagyjából működik, de ezt sem aknázták ki igazán.
Hát igen, nyilván tehát nem. De közel sem olyan, mint a Venom filmben, tehát nem parádés a kommunikáció nem, kettejük egyáltalán között. Nem. De akkor a vasember az a ruhának a tulajdonsága. Igen, tud vele repülni, ki tud vele menni az űrbe, meg tud vele idézni ilyen csápszerű plusz karokat. Pontosan. Ebben nagyon hasonló, hogy tud vele lőni, és amiben meg a zöld lámpás hatás, hogy tud manifestálni gondolatból bármilyen fegyvert. Hát tulajdonképpen igen, hogy ez igazából a Scarabeusnak, ugye ennek a Kaji-nak, azt hiszem Kaji, ez volt a neve, a bogárnak, hogy ez a képessége, hogy bármit, amit a Jaime elképzel, azt ő megvalósítja. Tehát nagyjából a zöld lámpás is ugyanebbe utazik, csak neki a gyűrűje valósítja meg. Tehát a gyűrű által valósítja meg a gondolati síkot, hogy mit akar létrehozni. Csak itt abban az az extra, hogy ez a kék bogár, ez egy nagyon agilis, nagyon jó mozgáskultúrával rendelkezik, az olyan hősöknek a mozgáskultúrájával, amiket mi jobban preferálunk. Például a Shang-Chi meg ilyenek. Igen. És ez azért nagyon sokat húzott nekem ezen a hősön, mert lássuk be, hogy a zöld lámpásnál nincs mozgáskultúra, hanem van hadonászás a gyűrűvel. Igen. Annyi, ami plusz pont még emellett az egész megjelenítés mellett, hogy a harcok során azért többször variálják ezt a manifestáló képességét. Tehát azért nem csak egyetlen egy dolgot idéz meg, és azzal harcol végig, hanem van ilyen, amikor a pengét idézi meg, az is trailerben látszik, az egy ikonikus, de van, amikor ezt a lézersugárvetőt, akkor van, mikor ilyen kalapácsokat, tehát ezt úgy van, hogy ilyen pajzsot is tud maga elé villantani, tehát hogy azért ilyen látványban nincs panasz, meg a sokat fikkantott CGI szerintem itt jó. Hát hosszú idő óta ebben a filmben a legerősebb. Abszolút. A látvány, látszik, hogy van benne pénz, az van benne. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy amúgy nagyon kemény. Tehát az a rétege ennek a filmnek, ami eddig a DC-nek azért sokszor nehézséget okozott, hogy jól koreográfiával rendelkező harcokat mutasson be, követhető legyen a harc, ne legyen nagyon lassítva, ne legyen CGI majomparádé minden egyes mozdulat mögött, ez jóval szikárabb lett. Igen. Ezzel föl tudtak zárkózni a Marvelhez. Na de mi az, ami mégis ezeket, ahogy mondtuk, ilyen Walt Disney-s legrosszabb hagyományokat idézte? Hát a család. Voltak jó pillanatok, de zömében nagyon-nagyon cringe pillanatokat tulajdoníthatunk neki, ilyen például ugye, amit mondtál, hogy a nagymama megjelenik a géppityúval. Hát az meglehetősen kellemetlen. Igen, a Rudi bácsi is eleinte idegesítő, ahogy ott bezuhan a szekrények közé, mert hogy a kocsit elvitte a gyerek, tudod, tehát hogy ezek a pillanatok azért kínosak, viszont idővel Rudi bácsi előlép egy ilyen tech zsenivé, és így azért kompenzálja a fogyatékosságát. A főszereplő srácnak a faterja lényegében ugyanaz, egy mint Ben bácsi, Peter Parker Ben bácsia. Ő nem sík fogyatékos a családban. Én meghatároztam, hogy van egy nem sík fogyatékos állandó, tehát az mindig kell egy valakinek lenni, aki nem szellemi rodgyant a családon belül, mert a testvére a srácnak teljesen. A nagymamának nagyon súlyos problémái vannak, tehát azt hiszem, hogy ő súlyosan mentális beteg. Nagybácsi erőteljesen szenved hátrány bizonyos kognitív képességekben, olyan renyhe alkoholista, nevezzük így, illetve ilyen összeesküvés elméletektől retteg, amiből van pár poén, ami működik. Az anyuka meg olyan nagyjából semleges, de látszik, hogy a fater az, aki így egyben tartja a családot, ő a józanész. Viszont hát miután ő elhalálozik így a giga nagy spoiler keretében, valahogyan a nagybácsiból hirtelen ez a Ben bácsi szerep betöltése előre igen, tör. Tehát, hogy ez annyiban különböz a film, hogy itt Ben bácsi szerepe visszatöltődik. Tehát, hogy itt a Ben bácsi adja a stafétát, hogy jó, akkor én... Instant karmával száll tovább családon belül Ben bácsi hagyatéka. Ugye? Hát igen. Vannak ilyen
ilyen hagyatékok, ami az emberre marad. Hát itt ez a, amúgy javul a családnak az összellemi képessége, tehát a fater igen. előtt kitöltöttek volna egy PISA-tesztet, valószínűleg elhasalnak rajta, de így is, csak már jobb a százalék. Kúsznak föl még pár halál, és egy egész értelmes nagybátyád lehet, ha jól csinálod. Igen. Csak úgy kell alakítani. Hát igen. És hát, hát igen, ez a, ez a nagymamához köthető szerep, mikor a húga, aki meglehetősen idegesítő, ő akar lenni ez a span arc, a székes csávót betöltő karakter, de aki nagyon gyenge. Nagyon gyenge poénokat írtak neki, és ő is, amikor fölveszi a misztikus ököl per pajzs, ez egy, hát egy kétlövetű fegyver, tehát ez egy kétállású egyes-kettes csatornát tud, egyes csatornán pajzs, kettes csatornán egy misztikus öklöt tud megidézni, de ez egy ilyen kis fegyver, amit a kék bogár elődjének az arzenájából szereznek meg. Hát, az is inkab ez a legrosszabb Walt Disney kölyök, hogy azt a betyár mindenit, miért szólt ez az ököl, nagyon le is dobja a jelenet, mert... Amúgy igen, és meg is áll egy kicsit, mert addig azért van egyfajta tempó. Igen. De utána, amikor a kislány elkezd akciózni, a tesó, akkor azért ott megáll a lendület. Igen, meg ott egy nagyon menő ez a Cypress Hill-re való bevonulás, ami, mert végig ez a... Hogy lehet ezt jól mondani, ez a latino íz? Latino ízű slágerek. Igen, egyébként ismert slágerek is igen, vannak. De ezért már kaptunk itt egyszer, hogy ezt szarul tudjuk, de nem tudom, nekem most tényleg kövezzetek meg, tudod, mint az ilyen ultra primitív állat, itt megint egy újabb szegénységével előjövök. Nekem ez a spanyol, mexikói, portugál, brazil, argentin, ez valamilyen szinten, ezekben a filmekben így egy massza. Tehát hogy az a, azok a tipik beatek, zenék, nyilván az ember tudja, hogy a brazil kultúrához mi tartozik, tehát ugye ott inkább ez a bossa nova, a spanyolhoz inkább a flamenco, akkor nyilván a portugál nyelv az visszahatott, mert a brazilok azon a nyelven énekelnek ezekben a slágerekben, az argentinokhoz inkább ez a tango élmény, és van ez a klasszikus mexikói terceléses zenék, igen. De itt ezekben ez nem így jelenik meg, hanem ez egy ilyen massza, tehát ez a, van benne flamenco rumba, van benne szamba, tehát ez így egybe van kb. Szerintem, mint a kreatívok fejében, és akkor így újra felcsendült a Cypress Hill, aminek én örülök, mert nekem baszott nagy nosztalgia. Tehát hát a Cypress Hill a zseniális, igen, imádtam én is. És azért a Cypress Hill beatre, amikor megjelenik a kékbogár, azért az egy nagy session. Hát az nagy session, csak megjelenik a tesó is, az már kevésbé nagy session. Hát az egy ilyen nagyon rossz. Az egy ilyen satúfék, tudod, páf. Igen, igen. Úgyhogy ez a család, ez gyenge. Van még benne egy roppant erőltetett szerelmi szál. Igen. És egy nagyon nagy kocásító nadrágban láthatunk amúgy egy roppant csinos hölgyet, aki én nem tudom, hogy én nekem lehet, hogy a Giga Extra top 10 ruha, ami garantáltan kocásít, hogy erre készülünk. Ja, már ez sasodott, hogy mi kocásít, mert igen. Azért a High School Musical-ben is hoppá, találtál olyan ruhadarabot, ami kocásít, nem is egyet. De hogy annyira előnytelen. Tehát az, aki ráadta erre, amúgy látszik, hogy egy manöken alkatú hölgyről beszélgetünk, egy ennyire előnytelen nadrágokat, tehát ez a férfi gangster nadrág egy nőn szerintem nem áll jól. És ezt nem is értem. Biztos nem akarják agyon szexualizálni, stb., de azért van a agyon szexualizálás, és a alul nemileg reprezentáltság között van egy különbség, ez roppant előnytelen. És a csaj a film utolsó esnittyére öltözik fel. Igen. Normálisan, ami úgy nagyjából egy ilyen hősnőhöz szerintem kalibrálható lenne, de ez elnézhető, viszont a szerelmi szál megint egy adhok, olyan klasszikus, kiszámítható, igen, klisé pattern. Hát akkor még a bossnak a kapcsán, hát ugye itt két boss van, van a Carapax, ő volt az a robotruhás, gondolom a Rec vörös bogár, vagy nem tudom, biztos egy ilyen nem ez is. Tehát volt a Carapax, ő volt aki megistenülő boss. Igen. Tehát, hogy őt megkarakterizálják, meg volt a tipikus, klisés, egydés főgonosz, a Susan Sarandon visszatért, nem tudom honnan sikerült előkukkantani, de
De nekem ez a Sigourney Weaver, Susan Sarandon, nekem az előzetesek alapján azt hittem a Sigourney Weaver. De nekem ez, meg van még egy, aki ugyanígy néz ki. Tehát, hogy van egy ilyen hármas, de azt a Winona Ryder-t se tudom hova tenni. Hát tehát nekem ezek így egy parkban vannak. Garancia a minőség hiányára. Talán erre a szerepre nem kellett volna visszatérni ilyen Susan Sarandonnak, mert egy olyan egydimenziós pöcét alakít, hogy de... én nagyon gonosz vagyok, én alapítottam a céget, elvették tőlem a céget, ezért bosszút állok, mert nem építő jellegűt hozok létre, hanem háborúskodás, meg fegyvergyártás jellegűt, és hú, hadsereget fogok gyártani, és hú, nagyon gonosz vagyok, meg azt a szerencsétlen Karapaxot is széttorzítom, hogy engem szolgáljon. És mindez motiváció nélkül, mert a világ csúcsán, tehát legalább egy annyi forgatókönyv karaktert elcsépelhettek volna rá, hogy nem tudom, van valami nagy gazdasági krak, vagy valami motiváció, vagy egy háborús helyzet, vagy én nem mondom azt, hogy egy ilyen Thanos-i magaslatokba fölhúzzák, de legalább azon kívül, hogy mert én vagyok a cégvezető. Cégvezető gonosz. Tehát, hogy ennél többet azért sportolhattak volna rajta, vagy egy motivációt adni neki, de nincsen. Ő lenézi a takarítókat, lenézi ezt a főszereplő lányt, akivel valami rokoni szám van. Lenézi az apját, de valahol lenézi ezt a Karapaxot is, azt is egy szerencsétlen kriplinek látja. Aki ő tette azzá ráadásul. Igen, és tegyük hozzá azt is, hogy ő valójában az egyetlen egy katonája. Tehát ez egy olyan film amúgy, ahol van pár ilyen úgynevezett jönnek, ugye majd a sárba. Nem sok. Sávval szemben szótárba kifejtjük, ezek az arctalan, katarzis, dráma és sors nélküli emberek, akik az egész életük arról szól, hogy várják, hogy pisztolyjal a főhősre roncsanak. Ebből van neki pár katonája, de abból se sok. Tehát a 30-40-ből az nem jön ki, de erre a Karapaxra épít. Nincsenek ilyen alkatonák, zsékatonák, itt van két szint van. Van ő a tetején, Karapax is alattuk ez a rengeteg arctalan ilyen. Meg a fogyatékos tudós. Ja, egy darab. Igen, egy darab. Egy darab fogyatékos. Szigorúan egy darab. Szigorúan. Enyhén kikerekedett. Van egy enyhén hamburgertől. Pringles bodyval rendelkező. Nem, legelőnyösebb, legesztétikusabb darab, ez a Jurassic Parkos tudós. Tehát egy Jurassic Parkos tudósra van fölépítve Susan Sarandon teljes univerzuma. Ezeken a pilléreken áll. Hamar meg is inog, mert amikor kivegy hamburgerezni a csóka, és ellopják a kék bogarat, amivel indul az egész alap konfliktus, az hát ő szól be, hogy nagy baj van, ellopták. Tehát nincs nagy védelmi rendszer, ki van baszva, ez az Ultra Scarabeus is így az asztal közepére, kávé, mint a Balázs rugások vitrinje, tudod, ahonnan ellopták azt a 400 milliót érő, de valójában 1500 forintból előállított fostos cipőt, tehát, hogy így lopják el ezt is. De még, érted, még egy ilyen nagy alekosznyi védelmi rendszert sem hoztak létre. Nem sikerült. Legalább egy kredencbe betehették volna. Jaj. Na, jó, kicsit elkanyarodtam ettől. Még beszéljünk a megistenülésről. Jó, szerintem ügyes húzás volt, mert végigérezni a Karapaxon, hogy nem szimpatizál ezzel a nővel, de mégis hisz benne, hogy meg tudja gyógyítani. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy kettősség ebben a karakterben. És ez nekem tetszett, hogy nem igazán tudod, hogy mi az ő igazi motivációja, de azt úgy vágod, hogy a nővel nem szimpatizál. Uh-huh. A Susan Sarandonnal. És akkor a végén ugye, amikor áttöltik bele is ezt a kék bogár erőt, úgy le tudja olvasni az emlékeit a csávónak, és amikor megmutatja, hogy tulajdonképpen ez a Susan Sarandon ott egy ilyen háborút indítva, vagy hát lebombáz egy ilyen falut, ahol ő marad tulajdonképpen egyedül életben, és akkor kiképzik ilyen katonának, és akkor utána megsérül egy akna által, és ő építi újjá Karapaxot, ezáltal lekötelezettjévé téve, úgy, hogy egyébként ő neki köszönheti, hogy az anyja meghalt. Igen. Tehát, hogy ez végig ott van benne, és ő neki meg erről fingja sincs, hogy az anyját megölte, mert ugye végig ott van, tehát, hogy ez egy nagyon jó, okos megoldás, hogy
hogy így utólag tudod meg az egész múltját ennek a karakternek, és így az, hogy hova fut ki az ő szála, hogy konkrétan feláldozza magát, és kivégzi azt az embert, aki tulajdonképpen tönkretette a gyerekkorát és az életét, szerintem ez egy jó húzás volt. Igen, az a része az működött, meg végül is a végén, amikor megkegyelmez neki a kék bogár, az is egy jól működő jelenet. Igen. Meglepően jól működő, ahogyan azt hiszi, hogy már a nagybácsi is odakozmált, hogy kicsit oldja a feszkót, akkor ott van egy drámai pillanat, amikor elszabadul az ereje, és akkor meg is ölhetné ezt a nemezisét, és végül nem teszi. Azt szerintem egy azért DC szinten is. Kicsit meg túlmutat. Túlmutatott, tehát az az utolsó pár perc, az túlmutatott azon a keretrendszeren, mint amiben mozgott a film, mert inkább egy ilyen Walt Disney kompatibilis sztori ez, mint sem annyira DC, de hát nem fogja megváltani a világot, maga a hős viszont, ahogy szoktuk mondani, van benne potenciál. Van használható. Benne potenciál. Még egy utolsó gondolat is, én kb. Ennyit tudok erről a filmről elmondani, és pontozunk, hogy örüljön mindenki, hogy az a fajta magas labdák, amit te is elmondtál, hogy ez egyben egy vasember, Venom sztori lett volna, nem nagyon használták ki és aknázták ki azt, hogy hogyan sajátítja el az erőt. Tehát nagyon kevés akciójelenetről beszélhetünk ebben a filmben, mert van, amikor szarakodnak emberként, azt ne tekintsük már egy sessionnek, de legyen egy. És utána már kb. Élesben bevetésre kerül a csávó. Tehát a páncéllal utazik, megy jobbra-balra, bénázik egy hatalmasat a városban, és utána már élesben harcol a nemezisével. Onnantól igen. Kezdve. Tehát kettő összecsapásról beszélgetünk. Három, mert nekem eszembe jutott, a családvédős is van, tudod? Amikor jönnek egy gyepája. Ja, igen. Három jó, van. Igazadban. Most, ahogy így beszéltünk róla, beugrott, hogy volt egy harmadik, a kis családvédő. De az egy elég rövid session. Igen, tehát, hogy ott csak a jönnek, kapnak. Igen, de az egy majdnem, hogy egyben van azzal az akciója, tehát következik egyikből a másik nagyon gyorsan. Igen. Majd, hogy nem egy este alatt zajlik az egy egész. Egy este alatt zajlik le az egész, és azt jobban kiaknázhatták volna, tehát ha mondjuk írnak neki egy másik vonalon, tudom én, ilyen gagyi bűnözőkkel egy szállat, hogy megismeri az erejét, kicsit van kommunikáció, mint a Venomból, onnan meríthettek volna, mert ez nagyon hamar elsajátításra kerül ez az erő. Elég indokolatlanul. Értem, hogy ők így egymásra hangolódnak, és ezt nekik nem kell onnantól megvitatni, tehát dobmorzsákat a film, de nem olyan életszerű. Hogy miért történik meg ez az egymásra hangolódás ott, amikor a kísérletet végzik rajta. Ez nekem nem volt teljesen világos, de a filmet sem érdekeltem, mert mutatott egy színuszgörbét, másikat egymáshoz hangolta, azt akkor most már szóljon a acalári bomba. Pontosan. Úgyhogy ennyit tudok elmondani mindenki legnagyobb örömére a Kék Bogár című filmről. Adjunk neki egy pontot. Hát én a 89%-os Tomato, Rotten Tomatoes pontszámot sokallom, de én egy hetest megajánlok neki. Hát igen, ez egy 6,5-7-es film. Nem bánja meg szerintem senki, hogyha elmentek rá moziban. Egy üdes info. Igen, ez még most pár hétig fog pörögni, meg mi is fogunk pörögni, meg jövünk ezzel azzal, még amivel valószínű, hogy most a sűrűbb megjelenésekkel még be fogunk ide húzni, megnéztük a Teeny Ninja filmet, az animációst, igen. Az is mostani újdonság nagyjából, nem? Az már régóta megy. Igen, Mission Impossible. Mission Impossible-el mindent ő csinál, és még a Barbie filmet, tehát azért fogtok itt kapni kontentet, hát a többi az meg már malacpersejtörős. Az zsebbenyúlós sztori lesz. Csak ki győzzük elkészíteni. Igen. Na, hát akkor köszönjük szépen a gigászi figyelmet, hogy jövünk még a héten is nagy eséllyel. Így van, még a héten, meg jövő héten. Meg jövő héten. Wow, de rimmelt. Szar igen. Volt a rim, de rimmelt. Igen, nem volt a legélesebb rím a fiókban. Nem volt a legélesebb rím a Pinisky kötetben. Na, jó van. Sziasztok.